Meg tudod-e mondani, hogy miért ekkora rántott hús? Nem. Hát, hogy ne hűljön ki a krumpli. ...2017-ben forgattunk videót a híres Plécsárdában. A rákospalotai étkezde a hatalmas adagjairól ismert. 2015-ben a sztárséf Anthony Bourdain is forgatott itt. Most visszatértünk, hogy megtudjuk, hogyan vészeli át a Plécsárda a járvány miatti korlátozásokat. Ami biztos, az óriási adagok mit sem változtak. Magyarországon nincs olyan vendéglátós, akit nem érintett, minket is megérintett. Az itteni fogyasztást meg kellett szüntessük, ami a forgalomnak egy jó részét képezte eddig. Csak elvitelre tudunk ételt adni. A mennyiségileg kevesebbet főzünk, ugye nyilván meg kevesebb a forgalom is. Más kitalációt igazából nem tudtunk, alkalmazkodtunk hozzá. Az embereket megpróbáltuk megtartani, tehát elküldeni hál' Istennek senkit nem kellett. Csökkentettük a munkaidőt, több szabadnapot biztosítunk, ezáltal meg tudtuk tartani az összes dolgozónkat, hál' Istennek. Nem kellett senkit az utcára küldjünk. Kormányzati támogatást ti kihasználtatok, igénybe vettetek? Igen, igénybe vettük, szükségünk volt rá. És meg is kaptátok? Igen, hál' Istennek megkaptuk. Hál' Istennek megkaptuk, sok papírmunkával jár, de megkaptuk. Nem szeretnénk hitelt fölvenni semmiféleképpen. Hál' Istennek, én úgy érzem, hogy most már azért kilábalóban vagyunk ebből az egészből, és nem. Semmiféleképpen nem szeretnénk hitelbe belenyúlni, azt vissza kell fizetni. Nem szeretnénk eladósítani az üzletet. A forgalom most pont szinten van, tehát fönn tudunk maradni, talpon tudunk maradni belőle. Nem tervezünk semmiféle bezárása az alkalmazottak elbocsátását. Egyelőre a forgalom ezt megengedi. Ha rosszabb forgalmunk nem lesz, akkor ilyen nincsen terve véve. Mikor lehetnek itt újra vendégek nálatok a teraszon? Hát én szerintem a kormány még a március biztos, hogy nem fogja megengedni. Én úgy gondolom, talán a húsvét utáni időszakba bízunk abba, hogy addigra talán javul a helyzet. Hát a Plécsárda az volt, van és lesz is mindig. Ha rajtunk múlik, akkor biztos, hogy ez így van.